megnyelve a kapcsolatban akarok valamit. Alió! A fővéka. Hát kicsit meg vannak szakkamba oda bent. Nem nagyon akarnak a devizehitelről beszélgetni. És a figyegő szemeid, de mi a helyzet? Figyegő szemeimmel, azt mondta éppen a Laci, hogy annyira be vannak szarva, hogy nem mennek röhögni ezen. Viszont az első mosolyt az arcukon mindig akkor látjuk, amikor elköszönünk. Tehát olyan, hogy mondjuk bevegyünk, és valaki ránk mosolyogna, olyan még nem fordult elő egyik bankba se. És tudtatok valamit intézni? Ügyet intéztetek? Persze, céges számla ügyben járjuk végig a Zsókával, ugye nyitjuk jövő héten a vállalkozásunkat, reméljük, és abban járunk utána. Hát gyerekek, ez bonyolultabb, mint a devizahitel. Mennyire voltak segítőkészek? Hát itt például nem tudták, mert nem volt bent, aki a céghez értene. Tehát olyan nem volt bent, úgyhogy annyira voltak segítségkészek, hogy a 80 oldalt kinyomtatták, és ugye a Zsóka még a saját nyugdíjas számlacsomagját is áthozná, ha valami kedvezőbet ajánlanak, na abban tudott segíteni a hölgy, mert ahhoz értett. De itt a vállalati ügyfélszabályzat, mondták, hogy egyszerűen nézzük el, biztos megtaláljuk benne, amire kíváncsiak vagyunk. Az Erste-be se volt bent a vállalathoz értő ember, viszont volt egy fiatal úr, aki nagyon készséges volt és megpróbálta értelmezni, ő viszont még telefonált is, tehát telefonos segítséget is kért ez ügyben, hogy segítsenek, nagyon készséges volt, de ő is először akkor mosolygott, amikor elköszöntünk. Hát ugye az Unicreditben meg tudni kell, hogy több mint egy óra volt, mire bejutottunk, ugye, és az is csak azután, hogy a rossz levegő volt az ATM térbe, és ugye a Zsóka elájult, és amikor a biztonsági főnök felé nyúlt volna, hogy elájulok, rosszul vagyok, akkor az így ellökte magától, hogy ne nyúljon hozzám, pedig csak kapaszkodni szeretett volna benne. Majd aztán az én karjaimba esett össze. Na most ezen azért ők is megijedtek, és akkor hoztak vizet, meg helyjel kínáltak, és azonnal beengedtek, és akkor döbbentek rá, hogy hoppá, mégiscsak arról van szó, hogy ügyet akarnak intézni, és az addig nagyon elfoglalt ügyintézők azonnal ráértek ügyet intézni. Tehát igazából, ha valaki sorra akar kerülni, akkor el kell ájulnia, és akkor oda jut. Olyannyira, hogy még a kintre is hoztak vizet, tehát ez így valahova előre fog jutni. Azt látjuk, hogy az ügyintézők egyrészt nagyon sérelmezik ezt, hogy őket miért, mert hogy egyébként meg náluk van a kulcs, másrészt nagyon nehezen viselik ezt, hogy mi itt vagyunk és ide plakátokat ragasztunk ki. Már az önmagában nagyon, de az, hogy be is megyünk, már egykön meg már teljesen ki vannak. És az iratismertetésnél részletesen kitérnek a kérdések, meg tudják válaszolni a kérdéseket? Az Unicreditnél nagyon tájékozott volt, felkészült volt a hölgy, tehát teljesen profin vágta. Mondtuk is neki, ha a devizahitelnél ilyen tájékoztatást kaptunk volna, kutya nem vette volna fel. Az úgy benne van. A többinél erről nem nagyon akartak nyilatkozni. Tehát ő is azt mondta, hogy ő nem nyilatkozik róla, de aztán a végén, amikor már elköszöntünk, akkor mégis. Tehát mindig csak azután, hogyha már ki akarunk menni. És a régi ügyekkel kapcsolatban kérdezősködtetek-e, hogy kaptatok-e valami választ az annak idején felvett devizetelekkel kapcsolatban? Nem hajlandók róla beszélni. Tehát ők azt mondták, hogy ez nem rájuk tartozik, ők erre nem hajlandók. Van ennek illetékesen? Lehet tudni, ki az illetékes? Mindenki azt mondja, hogy központ. Tehát menjünk a központba, mert ott illetékesek. Ebben én azt látom, hogy az ügyintézők nagyon szeretnék már lezárni ezt az ügyet. Tehát szeretnék, hogyha vége lenne, bejöhetnének reggel 8-kor dolgozni, és délután 4-kor, 6-kor hazamehetnének a családjukhoz, és nem cseszegetné itt ez a néhány barom egyre különösebb ruhákba őket. Én meg azt mondom, hogy rendben, ott lehet lenni kedden a tényfeltárón, vagy bármikor bármelyik ügyintéző felhív, hogy igen, én is szeretném ezt meg ezt elmondani, na akkor ez az ügy le tud záródni. Tehát ahogy megszabadultunk az árfolyamkockázattól, a kamatemeléstől, és a bankok kifizették az összes járulékos károkat, mert hogy kárt okoztak azzal, hogy átvertek minket, vagy nem megfelelően tájékoztattak, mondhatok, ez abba hagyjuk. Hát ki a fenének van szüksége, hogy itt rohangáljon a körúton ilyen narancssárga színbe. Egyébként állítólag jól áll nekem, jól állunk, de hát mégiscsak jobb lenne most a strandon lenni valahol, vagy éppen dolgozni, sörözni, így van, vagy éppen dolgozni, vagy bármi egyéb. Reméljük, a következő nyarat már így tudjuk tölteni, de én szeretném, hogyha a harcosok karácsonya is már nem azzal terne, hogy azt szövögetjük, hogy januárban milyen új akciókat csináljunk a bankok ellen, hanem végre ünnepelhetnék. És van-e még intézni való ügyetek? Tehát van, még nagyon gyorsan oda kell érni. Nem, most már ugye az időszorít rosszan bezárnak. A Rafi 4-ig van nyitva, az OTP meg 4-ig, és ott is szeretnénk begyűjteni a céges számlához a dolgokat, úgyhogy én el is köszönök, mert a Zsókával be kell gyűjtenünk, és hétvégén át kell néznünk ezt a rengeteg anyagot, és még ugye van két bankunk, ahol nem voltunk, meg a többi banknak már otthon van az anyaga, hogy hol nyissunk bankszámlát, mert nem mindegy egy induló vállalkozásnak. Úgy számoltunk, hogy havonta a kötelező NAV-os utalásokkal együtt olyan 4000-től 8000-ig vannak a költségei egy céges számlának, ami szerintem irreálisan sok.
hiszen ez azért egy komoly rezsitétel már, amit szívesebben fizetne ki az ember, mint a bankjának fizetne, úgyhogy minden kötelező. Mert nagyon sok cég szívesen bemenne és a NAV-nak befizetné pénztárba, de nem lehet, mert azt csak előírják, hogy bankon keresztül, azok meg ilyen összegeket számolgatnak. Jó, szerintem nem is tartunk fel. Köszönöm, mennénk, jó, köszönjük szépen! Köszi szépen, szervusztok! Oh,